Fókuszban a közlekedés jövője, konferencia Dunaújvárosban. Csibri Istváné előadása az MMK-ban. A kinizsi fotós főpróbája a Bartókban. Pap Zoltán emlékverseny a legfiatalabb tornászoknak. Köszönöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk önöknek városunk legfontosabb híreit. Dunaújváros megyejogováros önkormányzata egy KEHOP pályázat, az élhető éghajlatért helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban elnevezésű projekt záró rendezvényeként klímavédelmi konferenciát szervez október 26-án szerdán, 10 órától a polgármesteri hivatal Cészárnyának házasságkötő és rendezvény termében. A projekt részeként készült el a város klímastratégiai dokumentuma, amelyet az érdeklődők a már említett klímavédelmi konferencián ismerhetnek meg, valamint bemutatják az elkészült klímastratégiai jövőképet, a hasznosítás lehetőségeit az életünk számos területén, de mindezek mellett környezeti állapotukat és annak megóvási lehetőségeit is megismerheti. A részvételhez a rendezvény előtt előzetes beregisztrálás szükséges. Az előadások október 26-án 10 órakor kezdődnek, a helyszín pedig a polgármesteri hivatal Cészárnyának házasságkötő és rendezvényterme lesz. A Technológiai és Ipari Minisztérium és a HUMDA ZRT október 11-én Dunaújvárosban első alkalommal rendezte meg a jelen és jövő közlekedése okosan elnevezési konferenciát és hozzá kapcsolódó technikai, technológiai bemutatókat. A konferencia házigazdája az Autó Máté Kft., szakmai partnere pedig az Autós Nagy Koalíció volt. Mindennapi életünk szerves, elengedhetetlen része az autós közlekedés. Az elmúlt évek történései bebizonyították, hogy a közlekedéshez kapcsolódó iparág óriási változásokat él meg, aminek még közel sincs vége. Az esemény kiváló lehetőséget ígért a témával kapcsolatos legfrissebb kutatási eredmények és ipari kihívások megvitatására, valamint a feltörekvő technológiák és irányok megismertetésére. A rendezvényen jelen voltak a tématerület hazai képviselői, kutatói, szakemberei. A szakma részvevőiként, mi ugye helyi márka, szerviz márka kereskedésként az a szereplő vagyunk, aki kapcsolatban áll a legújabb technológiával, kapcsolatban áll a gyártókkal, de mégis mi vagyunk azok a szereplők, akik ezt közvetítjük az utcára, üzembe helyezzük, karban tartjuk, ezeknek a problémáit kezeljük. Tehát ha nem is mi felelünk azért az autógyártás fejlesztési irány szabásért, de azt gondolom, hogy egy olyan szereplői vagyunk, aki minden egyes szegmenssel együtt dolgozik, látja rajta, tudja tartani az ütőerén a kezét, és ebből kifolyólag ihlette ezt a rendezvényt Palkovics miniszter úr támogatásával ez a gondolat. Tehát egy olyan fórumot létrehozni, ahol autóipari szereplők, mindenki a saját szemszögéből, a fejlesztőtől, az oktatási, képzési, szerviz és logisztikai iparágon át mindenki képviselteti magát, és le tudunk egy asztalhoz ülni, hogy ez az autóipar hogyan tudja az elmúlt időszak eredményeit fenntartani, akár újakat az asztalra tenni. A rendezvény vendégeit házigazdaként idősebb Máté Márton, az Autó Kft. Ügyvezetője köszöntötte, aki beszédében is arról az elképesztő változásról, fejlődésről beszélt, ami néhány év leforgása alatt történt az autóiparban. Azt gondolom, hogy ami az emberi testnek a vérkeringés, az a gazdaságnak a mobilitás, a közlekedés, az informatika. Szakemberek úgy tartják, hogy az elkövetkezendő pár évben ez a területen akkora változás lesz, mely nagyobb lesz, mint az elmúlt 50 év változása.
A rendezvény céljaként fogalmazták meg a szervezők, hogy összehozzák a tudományos és a műszaki szakembereket, lehetőséget adva széles körű szakmai információ cserére a legújabb eredmények és technológiák alkalmazásáról, amelyek a modern, fenntartható közlekedés jövőjét biztosítják. A rendezvény fővédnöki címét elvállalta Palkovics László, ipari és technológiai miniszter is, aki a köszöntőszavakon túl egy prezentáción keresztül vázolta fel az autóipar jelenét és lehetséges jövőjét. Az biztos, hogy az elkövetkező időszakban az autózás jövő az nem annyira egyértelmű, mint eddig volt. Hogy aztán milyen ez a jövő, azt beszélünk, az annyira pontosan nem tudjuk, irányok látszanak. Néhány hónap ezelőtt még azt hitték, hogy belső égésű motor nem lesz, és mindenki elkezdte leépíteni a kapacitásait, tehát mégis lesz. Nem tudjuk pontosan azt, hogy a hidrogénnek milyen szerepe lesz, hol fogjuk elégedni. Nem tudjuk azt, hogy az üzemanyagcella az jó megoldás, vagy nem jó megoldás, de ezekből mindegyikből lesz majd valami. Hát erre azt szeretném itt valamilyen szinten a figyelmet fölhívni. A megnyitó után kerekasztal beszélgetés, illetve technológiai és egyetemi bemutatók zajlottak. Csibri Istvánné Erikát nem kell bemutatni a Munkásművelődési Központban rendszeresen megforduló közönségnek. A közelmúltban ismét egy érdekes előadással készült az érdeklődőknek, amely a Kastélymesék 1 címet kapta. És hogy miért is kellett a sorszám? Az eseményen természetesen erre is fény derül. Szép számú látogatót vonzott Csibri Istvánné Erika legutóbbi előadása a Munkásművelődési Központban. A bemutató ez alkalommal magyarországi kastélyokat gyűjtött össze és mutatott be, amelyekért az előadó már egészen fiatal kora óta rajong. Mint azt megtudhattuk, a bemutatott helyszínek javarészét személyesen is meglátogatta, így az előadás résztvevői napra kész. Érdekes információkat hallhattak a történetükről. Történetekből pedig nem volt hiány. Csibri Istvánné Erika például azt is felidézte, hogy milyen indítatásból vágott bele ezeknek az összeállításoknak az elkészítésébe. Ez úgy alakult, hogy ugye én a Mesepontban dolgozom, és gyerekeknek írok programokat. A felsősöknek írtam Mátyás királyról és a nemzetté válásunkról, és Rózsa úgy gondolta, hogy ez olyan jól sikerült, hogy csináljam meg felnőtteknek is, ami megtörtént, és ő szerinte nagyon jó volt a visszhangja, és megfűzött, hogy mi lenne, hogyha csinálnék valami mást. Hát, jó, hagytam magam, és akkor mondtam, hogy jó, de akkor legyen kastélymesék, mert én ilyen kastélymániás vagyok, de betegesen, szerintem gyerekkorom óta. Hát én azt gondolom, hogy ha rétezik reinkarnáció, akkor valószínűleg én kastélyban éltem az előző életembe, de nem grófnőként, hanem úgy gondolom, hogy ilyen szobalányként, aki pucerálta a szép bútorokat, de azért most már így 70 felé felavanzsáltam, hogy talán kulcsárnő lehettem, aki rendezi a kastélyek életét. Az előadásból tehát egy sorozat lesz az érdeklődők legnagyobb örömére. Ezek részeként fény derül a várak, várkastélyok, kastélyok közti különbségekre is. A bemutató első állomása kizárólag hazai kastélyok történetét meséli el. Itt külön érdekesség, hogy az egykor magán, majd állami tulajdonban lévő épületeket hogyan hasznosították, mire használták a rendszerváltás előtt, illetve után. Nem megyünk külhangba magyarországi kastélyokról, rengeteg van. Most 3 kastélyt fogok bemutatni. 2 azért, mert az van a legközelebb, az Ozorai kastély és a Nádasdi kastély. A 3. pedig azért, mert azt láttam utoljára, ugye azt most az idén májusban adták át, és körülbelül 1 hónapja voltam, és azt magam miatt mutatom be, mert hogy annyira friss még az élmény. Úgyhogy itt filmekkel, történetekkel, képekkel, úgyhogy remélem, hogy élvezetes lesz. Csibri Istvánné Erika arról is beszélt, hogy szerencsére hazánkban az épületek javarészét felújították, így múzeumokká, látogatóközpontokká alakították át őket. A felújított kastélyok így manapság is impozáns látványt nyújtanak a látogatóknak. Ezeket a kastélyokat a háború után, ugye először is ugye a főúri családok elhagyták ezeket a kastélyokat, a legtöbb külföldre menekült, utána ezeket a kastélyokat a magyar nép kifosztotta, és az állam hasznosította a kifosztott kastélyokat. Például ebben az ozorai nagyon szép várkastélyban, ebben például magtár volt, de ez már a szocializmus idején, és aztán egyre inkább rájöttek, hogy rehabilitálni kell ezeket a kastélyokat, kár lenne ebbe 30
útjára hagyni, és akkor így kezdődött meg ez a nemzeti kastélyprogram, ahol feltárták és felújították ezeket a szép kastélyokat, és nagyon sokat, és ugyanígy a várakat is. A váraknál is mondhatnám Diósgyőrt, vagy mondhatnám Boldogkővár alját, vagy a Füzéri vár, ami most szépült meg, és most újították fel, és látogatható. A kastélymesék sorozat első állomása tehát szép számú látogatót vonzott a Munkásművelődési Központba. A nagy sikerre való tekintettel a program még biztosan visszatér, hogy újabbnál újabb érdekességekkel kápráztassa el a visszatérő és leendő látogatókat. Kinizsi című alkotásának táncszínházi adaptációjára készülnek a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában. Stábunk az elsősorban fiataloknak szóló, ám bárki számára látványos, lenyűgöző mű fotós főpróbájára kapott meghívást. Kinizsi Pál a magyar történelem legendás alakja, Mátyás király vitéze, a fekete sereg hős hadvezére volt, aki soha egyetlen csatát sem veszített el. Kiváló hadvezéri képességeinek és hatalmas testi erejének köszönhetően már életében is legendás, már-már mítikus alakká vált. A Bartók Tánc Színház új produkciójának alapját Tatai Sándor Kinizsi Pál című regénye adja. A darab rendező-koreográfusa Vári Bertalan szándéka szerint egyszerre izgalmas és mozgalmas táncszínházi formanyelven rajzolódik ki a közönség előtt a legyőzhetetlen harcos története. Stábunk a fotós főpróba alkalmával kapott lehetőséget, hogy megszólaltassa a tehetséges szereplőgárdát. Alapvetően egy táncszínházi produkció születik. Az a megtiszteltetésért, hogy Vári Bertalan engem kért fel az egyik főszerepre, ugye Kinizsi Pálnak a hát konkrétan a fő-fő szerepre. Kinizsi Pál ugye többféle szituációban is megjelenik a produkcióban, többek között csatározik a törökökkel. A bemutató elsősorban a gyerekközönséget célozza. A táncos forgatag egyfelől elmeséli, hogy hogyan lett egy egyszerű Molnár legényből Mátyás király egyik kedvenc vitéze. Másrészt azt is bemutatja, hogyan harcolt meg kedvese Magyar Jolánka kezéért. Jolánkát fogom megszemélyesíteni a Kinizsi Pál darabban. Hálásnak mondhatom magam, mert tudtam azonosulni könnyen ezzel a szereppel. Egy szerelmes hölgyet kell megjelenítenem a színpadon. Sok mosolyra lesz szükség. Ugye nekem Kinizsi a mindenem ebben a darabban, és ő a legfontosabb. Viszont ott van Holubán, aki szeretné a szívemet elrabolni, de ő nem érdekel, engem csak Kinizsi, hiszen ő a legfontosabb. Nagy izgalommal várom már a premiért, remélem mindenkinek fog tetszeni. Alapvetően ez egy gyerek darab lesz, sok poénnal és nagyon aranyos kis dolgokkal, de szerintem a felnőttek is meg fogják találni benne a remek dolgokat. Sok-sok mosolygás, rajongás és szerelem. Kinizsi szerelmeként Halmosi Jennifer is egy számára izgalmas, érdekes szerepben tündököl. A próba folyamat az nagyon húzós volt. Itt a főpróba héten előtte kevés időnk volt, viszont nagyon szerettem ezt az időszakot, szükség volt a kreativitásunkra, mert egyedül is kellett dolgozni, nem csak a főnökkel, a Vári Bercivel. Úgyhogy izgalmas időt zárhatunk le, vagy izgalmas héten vagyunk túl, úgyhogy izgalommal várom. Veres Tamás szereplőként és narrátorként is megcsillogtatja a tehetségét. Társaihoz hasonlóan ő is kiváltképp élvezte a próba folyamatot. Én végig kísérem az eseményeket, ezzel segítek a nézőknek kicsit talán jobban belátást nyerni a darabba, inkább segítek értelmezni az adott számokat, az adott szituációkat. A darabot először október 13-án láthatta a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza közönsége. Aki a bemutatóról lemaradt, az se csüggedjen. A színház hivatalos oldalán további időpontokról és előadásokról tájékozódhatnak a kultúra kedvelők. Szombaton ismét az emlékezésé és a tornasporté volt a főszerep, hiszen immáron második alkalommal szervezték meg Dunajvárosban a Pap Zoltán emlékversenyt. A rendezvény a legfiatalabb korosztály számára biztosított verseny lehetőséget, akik szerepvállalása egyre fontosabbá válik a sportág egésze számára. A legfiatalabb tornászok mutatták be a tehetségüket a második Pap Zoltán emlékversenyen a hétvégén. A versenyt idén is megrendezte a DKSE tornaszakosztálya elsősorban azzal a céllal, hogy az ország szinte minden pontjáról megmérettessék az utánpótláskorú gyerekeket.
Az eseményen dr. Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke, és Mátyás Gábor, a DKSE elnöke is beszédet mondott. Utóbbi ezt követően egy interjú részeként beszélt a célok és álmok fontosságáról. Én nagy örömmel jöttem erre a rendezvényre, mindig nagy örömmel jövök azokra a rendezvényekre, ahol gyerekek sportolnak, hiszen ők még zsengék, még, hogy mondjam, bármit el tudnak képzelni, és ez nagyon jó, hiszen a célok azok azért fontosak, mert a felé kell haladnunk mindig, amit kitűzünk magunknak, hiszen ha csak úgy bolyongunk a világba össze-vissza, akkor igazából az életünk nem sokat fog érni. Ezért fontos, hogy legyen célunk, és nyilván a céljainkat, azokat úgy kell kitűznünk, hogy azok boldoggá tegyenek minket. Jól érezzük magunkat az odavezető úton, illetve akkor, amikor elérjük, hiszen ez a legfontosabb. A megméretetésre tehát az ország szinte minden pontjáról érkeztek utánpótláskorú gyerekek. Varga Gyula szerint ez is volt az elsődleges cél, hogy azoknak is lehetőséget biztosítsanak a szereplésre, akiknek valamivel kevesebb lehetőségük van erre. Elsősorban a legkisebb korosztálynak tartjuk a versenyt. Ők ugye a 2015-14-13-ban született versenyzők, sőt, ha jól tudom, van egy 16-osunk is. Ezt az egész, hogy Zoli bácsi emlékére hívtuk ezt a versenyt. Nagyon-nagyon jó dolog, hogy meg tudtuk rendezni újra. Talán ennek a korcsoportnak van a legkevesebb versenye, ezért próbáljuk őket előtérben helyezni. Meglátjuk jövőre vagy a következő években, hogy mennyire lesz verseny lehetőség a nagyobb korosztályoknak. Örömmel tekintette meg a fiatalok gyakorlatait Motyovszky Mátyás önkormányzati képviselő, a Települési Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke is. Kiemelte, igazán büszke a fiatalokra, kiváltképp arra, hogy milyen szép számmal érkeztek a versenyre. Egyrészt nosztalgikus érzésekkel jöttem, hiszen én 72-ben itt kezdtem el birkózni, mikor új volt a csarnok, és pont a tornászokkal együtt edzettünk ebben a csarnokban, úgyhogy magát a helyet is elég régóta ismerem, és jó látni, hogy ilyen szépen fel lett újítva a legmodernebb kornak megfelelően. Amiért örülök ennek a versenynek, egyrészt a sportolókat világéletembe szerettem, ez mindig így is fog maradni, ők a legnagyobb családom. Viszont itt egy gyerekekről, utánpótlásról van szó, ami nagyban befolyásolja az utánpótlást, illetve a további egyetemes magyar sport jövőjét, és ezek a gyerekek a jövő zálogai. A hétvégi program tehát többek között az emlékezésről szólt. Pap Zoltán egy kiváló, kiemelkedő alakja volt a magyar tornasportnak. Erről már dr. Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke beszélt. Hozzátette, látva az emlékezőket, látva a gyerekeket, egyre fontosabbá válik, hogy ne zárják be a csarnokokat, hiszen ezekben a nehéz időkben emiatt sokan elhagyhatják a pályát. Nagyon fontos, mert vannak úgynevezett ilyen torna alapító nagy személyiségek, ezt most nem akarok végigsorolni, de a Fradiba, a Nagykörösön, a Honvédba, a KSI-be, Győrbe, és itt Dunaújvárosba, és Pécset is, nem akarok senkit kihagyni, de nem mondok nevet, de ezek, akik meghatározták, és olyan fundamentumokat építettek ki a szakosztályokra, amelyek évtizedekig utána működtek, és ebben benne voltak nemzetközi szintű versenyzők is, és ide tartozik egy többek közötti Dunaújvárosba Pap Zoltán is. Ha már szóba kerültek a remények, illetve a csarnokok bezárása, dr. Magyar Zoltán csalódottan beszélt arról, hogy a szövetség anyagi forrásokkal nem tudja támogatni ezeket a létesítményeket, így mindössze a remény, illetve a lobbizás maradt számukra. Munkatársaink nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, tegyék ezt legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.